Az első győzelem az egyik legfontosabb pillanat a pilóták számára. Ennek elvesztése még nagyobb fájdalommal jár. Ebben a videóban felidézzük a legfájdalmasabban elvesztett első győzelmeket. 10. Verstappen kiüti Montoyát. Az év elején debütáló Montoya már a harmadik versenyén megszerezhette volna első győzelmét. És elindul ebben a pillanatban a verseny, és Häkkinen kezd a levegőben, beragad a rajtától, Häkkinen Montoya megelőzi rá Schumachert, jelen pillanatban Schumacher az első. A safety car bejön, ugyanis Häkkinen autója ott ragadt a rajtrácson. Miután kijött a safety car, Montoya agresszívan támadta Schumachert. A célegyenes végén el tudott menni a német mellett. Hoppá! Valami történik, mintha kiment volna a biztonsági ajtó egy pillanatban, úgy látom, és Montoya az első, és Michael Schumacher mögötte van. Montoya meg tudta tartani első helyét. Mindaddig, míg a 38. körben utolérte a lekörözendő Jos Verstappent. Így van, lehúzódik az ívről, és neki megy Montoyának! Montoya versenye vége! Verstappen elrontotta, elengedte Montoyát, túl hamar jött vissza mögé, és Juan Pablo Montoya hiába vezetett idáig. Nem tehet róla, soha nem fog kiderülni, hogy mire lett volna képes ezen a versenyen Montoya. 9. Häkkinen autója megadja magát. A két McLaren vezette a futamot, Häkkinen kultárt sorrendben. A 42. körben kultárt autója megállt. David Coulthard autója a célegyenesben megáll. David Coulthard autója megáll a célegyenesben. A második helyezett Coulthard föladni kényszerül a futamot. Kékes szürke, füst csap ki a motorból. David Coulthard motorja megadta magát. Mindössze másfél körrel Coulthard kiesése után Häkkinen autója is megállt, ugyanabban a körben, Mika Häkkinen nem tudta megnyerni élete első nagy díját. Ugyanabban a körben, ahol David Coulthard kiállt, Norbert Hauk úr arcán minden rajta van. A Mercedes megadta magát. 8. Mansell hibázik az élen. Alain Prost vezette az esőháztatta monakói futamot. A 14. körben Prost elütött egy pályamunkást, így Mansell el tudott menni mellette. Nigel Mansell életében először vezetett Forma 1-es versenyt. Azonban nem sokáig, ugyanis 5 körrel azután, hogy átvette a vezetést. Prost újból átvette a vezetést. A mögötte érkező újonc Ayrton Senna szintén első győzelméért harcolt. Lauda megelőzése után rohamos tempóban közelített az élen haladó franciára, aki érzékelve a brazil szorítását, a verseny leintését sürgette. Végül Jack Hicks versenybíró a futam 32. körében leintette a 84-es monakói nagydíjat. Hetedik. Stefan Johansson autójából kifogy az üzemanyag. Miután Senna autója lelassult üzemanyag hiány miatt, a 15. helyről rajtoló Stefan Johansson vette át a vezetést a Ferrarival. Már csak 3 kör volt hátra a futamból, mikor a Ferrariból is kifogyott az üzemanyag. Johansson győzelem nélkül zárt a pályafutását. 6. Raikkonen megcsúszik az olajos aszfalton. Raikkonen az élről állt ki utolsó kerékcseréjére. És kijön Kimi Raikkonen. Na most ez még kérdés, hogy Kimi Raikkonen Schumacher és Montoya közé, mögé vagy elé érkezik meg a kerékcsere után. Érkezik Raikkonen, na vajon eléjük vagy mögéjük tereli vissza a McLaren. Ott érkezik Michael Schumacher, itt jön Kimi Raikkonen, Michael Schumacher érkezik a kanyarbejárati ívéhez és megérkezett. És Kimi Raikkonen megérkezett Michael Schumacher elé. Most már nincs taktika, mindent megpróbál, külső íven próbálja megelőzni Kimi Raikkonent. Raikkonen fogja a pozícióját ebben a kanyarban. Belülre tud-e férni Michael Schumacher? Nem, Raikkonen vezet, Michael Schumacher a második. Raikkonen megvédte vezető helyét.
és magabiztosan haladt élete első futamgyőzelme felé. Azonban 5 körrel a leintés előtt Alan McNish Toyotája megadta magát. Nem kevés olajat hagyva a pályán. Räikkönen! Schumacher! Eldőlt. A 2002. év világbajnoka, az 5-szörös világbajnok, mert akkor már 5-szörös lesz, Mihály Schumacher. Jön be a cél egyenesbe, és megvan a francia nagydíj győztese, és a 2002. év világbajnoka, az 5-szörös világbajnok, Mihály Schumacher. 5. Damon Hill defected kap. Damon Hillnek nehezen akart összejönni első győzelme. Az előző brit nagydíjon nyerő pozícióból esett ki. A német nagydíjból már csak másfél kör volt hátra, mikor újból bekövetkezett a katasztrófa. Damon Hill, aki az élemben, Damon Hill egy defektel, nem bírta végig a gumia. Másfél körrel a verseny vége előtt Gerhard Berger elment mellette, Damon Hill tehát feladni kényszerül a futamot, valóban bejön-e így a boxba. Alain Prost ebben a pillanatban előzte meg, Alain Prost a második helyről följött az első körre, első helyre. Hill kiesését követően Prost vette át a vezetést, aki pályafutása utolsó győzelme felé haladt. És most lesz vége ebben a pillanatban, Alain Prost győz, és ezzel 77 ponttal vezeti a világbajnokságot. Hillt kárpótolta az élet, ugyanis a következő 3 futamot sikerült megnyernie. 4. Leclerc első győzelme helyett első dobogója. 11 körrel a futam vége előtt Leclerc 9 másodperccel vezetett Hamilton előtt. Azonban egyszer csak... Húha, valami gond... Valami gond van a motorra. Valami nagy gond lehet a motorral, azt mondták, hogy ellenőrzik, megnézik, de egyelőre lehet, hogy bajban vannak Joe Clearék, de inkább Charles Leclerc ott a pályán. Hamilton pár kör alatt utolérte a lelassult Monakóit. A 48. körben 9-en a leintés előtt a motor problémákkal küszködő Charles Leclerc mellett elmegy Lewis Hamilton. A félperces lemaradásból feljövő Bottas is megelőzte. A Renault kiesése miatt a verseny a safety car mögött fejeződött be. Így Leclerc megmenekült a további visszaeséstől. Ott van tehát a kockázászló, Lewis Hamilton talán maga sem gondolta a tegnapi időmérőedzés után, hogy ezt a futamot meg lehet nyerni, de megnyeri. Leclercnek első győzelméig egészen a belga nagydíj kellett várnia. 3. Az elátkozott első hely. Miután Frentzen... Leáll az autó! Frentzen! Majd Coulthard is az élről esett ki. És tessék, Coulthard is kiesik! Giancarlo Fisichella vette át a vezetést, aki élete első győzelme felé haladt. De már nem! Már nem! Már Fisichella sem vezet, nem tudott élni az óriási, a fölkínált lehetőséggel. Mintha átok ülne azon, aki ennek a mezőnynek az élére áll. Ezután Ralf Schumacher került az élre, aki szintén első győzelméért autózott. Azonban még ugyanebben a körben... És amint visszaveszi a vezetést, egy defekt, és ő is elszáll. Fantasztikus képek! 2. Norris orosz rulettje. Miután Norris megszerezte az első rajtkockát, a futamon úgy tűnt, már semmi nem verti el tőle a győzelmet. Azonban a verseny végére megérkeztek az esőfelhők. Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it, Inter? No! Nem kell neki az Inter, megy tovább így! És most reagál, most jön Hamilton! Vajon mennyi időt veszít azzal, hogy viszont mögötte a többiek? Norris kockáztatott, és kint maradt szárazpályás gumikon. Szakad az első Szocsiban, és megjön Hamilton, Norris nem tud befordulni, elmegy a bukótérbe, és beforog! Norris túl nagy kockázatot vállalt ezzel, hogy nem jött ki kereket cserélni, Hamilton most veszi át a vezetést! Norris végül kénytelen volt bejönni Interekért, de a versenye ekkora már elúszott.
És ebben a pillanatban Lewis Hamilton megnyeri az idei orosz nagydíjat, és ezzel a pályafutása 100. Forma 1-es futamgyőzelmét aratja. We finished P7. Első. Russell nagy lehetősége. George Russell helyettesítette a koronavírus miatt távol lévő Lewis Hamiltont. Russell rögtön az élre ugrott, és biztosan haladt első futamgyőzelme felé. Azonban Jack Aitken hibája miatt be kellett hívni a biztonsági autót, ami megkavarta a futam alakulását. Innentől kezdve Russell álomba illő hétvégéje rémálomba fordult. A Mercedes mindkét autóját behívta kerékcserére, azonban a nagy kavarodásban Russell kocsijára Bottas kerekeit tették fel. Visszamennek a kemények, mi a helyzet, mi nincs a helyén, visszamegy Bottas keményeken, ez most egy óriási veszteség minden szempontból. Russell újbóli kerékcseréjét követően Bottas mögé jött vissza. És most és mellé meg Russell, bal oldalt, ha megcsinálja a féktávot, akkor övé a pozíció. Itt a hetes kanyarba meg lehet csinálni, nem érnek össze, nem? Russell megelőzi Bottas. Russell tovább előzte ellenfeleit. Úgy tűnt, még nincsen veszve a győzelem. Azonban egyszer csak... Bal hátsó defekt Russellnél, bal hátsó defekt! Fölmennek a pirosak, legalább a saját pirosai! Mi történik még? Itt jön Sergio Perez, és ott a kockázászló. 190 futam kellett hozzá Sergio Pereznek, de megérdemeltebben ember nem nyerhetett volna Forma 1-es futamot, mint a mexikói. George, I'm sorry for that. It was a brilliant, brilliant drive. Thank you. Thank you. Russellnek végül győzelem helyett a 9. helyen kellett beírnie. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, amennyiben tetszett, nyomhatsz rá egy lájkot. Ha pedig hasonló tartalmakat szeretnél látni, iratkozz fel a csatornámra. Adjö!